Elsősorban úgy gondolom, hogy ebben az űrzavaros időszakban tartást tud adni, egy gyökeret tud adni a gyerekeknek egy ilyen jellegű intézmény, mert az itt töltött évek alatt nem csak kampányolni szeretünk vele, hogy több mint iskola vagyunk és az életre tanítunk, hanem valóban arra törekszünk, hogy a gyerekeket felkészítsük az életre. Nem egy hermetikus, katolikus buborékban akarjuk felnevelni a gyerekeket, hanem a világ történései felé nyitott, de mégis értékrendeken alapuló oktatásban és nevelésben akarjuk részesíteni őket, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezekkel az értékekkel kapaszkodjanak a kárpátaljai talajba. Biztos, hogy őket is meg fogja majd érinteni a világnak a szele, és nem is baj az, hogyha elmennek akár külföldre tanulni, szerezzenek tudást, tapasztalatot, de utána térjenek haza majd a gyerekek. És ebben tud segíteni a liceum megítélésem szerint, és hogyha egy nagyon-nagyon tömör gondolatban kellene összefoglalnom, hogy mit tartok a Sztojka Liceumnak a legfontosabb célkitűzésének, miért jó a Sztojka Liceum, akkor azt mondom, hogy magot vett a holnapnak és a holnap utánnak. Kárpátaljáról ma tömegesen mennek is sajnos. Az elmúlt 10 évben hihetetlen mennyiségű ember hagyta el sajnos szülőföldünket, Kárpátalját, és szükség van arra, hogy Kárpátalján legyen holnap után is magyar szó. De ezt nem várhatjuk el, hogy majd az égből csak úgy lepottyan, ezért már ma kell tenni. És lehet, hogy kilátástalan statisztikai adatok állnak rendelkezésre, de ezek az ilyen jellegű intézmények, mint a Sztojka Liceum Karácshalván, vagy az egyéb egyházi liceumok és iskolák Kárpátalján, úgy gondolom, hogy felkészítik a gyerekeket, és kondicionálják a holnap után kárpátalja magyarságát, hogy igenis meg kell maradnunk a honfoglalók földjén, meg kell maradnunk Zrínyi Ilona vagy II. Rákóczi Ferenc földjén. Ebben tud segíteni a Sztojka Liceum.